A Yaris is japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Jöttünk nektek ismét egy limitált szériás pulcsival, ugye a póló, amit még az Árvízkor mutattunk be, az nagyjából 20 perc alatt elfogyott, az egy 50 darabos limitált széria volt, és nagyon sok komment jött arról, hogy hol lehet kapni, hát gyakorlatilag sokan lecsúsztatok róla, mert mi sem számítottunk rá, hogy ennyire gyorsan el fog menni, úgyhogy most csináltunk egy kicsit nagyobb példányszámban egy pulcsit, mert most már hideg van, úgyhogy ez most 100 darabos, ugyanazzal a dizájnnal, tehát itt van az a fekete-piros csík, ami a Suzuki oldalán is van, és szintén sorszámozva van mindegyik pulcsi 0-tól 100-ig. Úgyhogy most azonnal elérhető a webshopban, és ez is duplán számít a nyereményjátékban, tehát hogyha ezt a pulcsit veszitek, akkor az azzal egyenértékű, mint hogyha kétszer annyit költöttetek volna egyéb termékekre a webshopban. Hogyha pedig erről lecsúsztatok, akkor még mindig van ez a fekete pulcsi, ami szintén azért valamennyire a Suzuki dizájnját viszi, de ez nem egy limitált széria. Úgyhogy ezekkel frissült a webshop, link a leírásban, tudtok vásárolni, és minden elköltött 2000 forinttal van egy esélyetek megnyerni ezt a Swiftportot. Most vezettem először a Swiftet azóta, hogy elhoztuk, és ezt a váltógombot most tudom értékelni. Nincs szétrohadva, nem porlad a kezembe. Nem leszel koszos tőle. Nagyon első osztályú. Úgy az egész autónak jó a tapintása, ez a kormány is pöpec lett. Azért gyűltünk ma itt össze, mert készülünk a második kakucsringezésünkre a Suzuki-val. Ugye legelőször még a fellelt állapotban mentünk, most pedig már a 90%-os állapotban fogunk, de még mielőtt kimegyünk a pályára, mondtam már, hogy a Hungarugumi készült nekünk egy pályázós felniszettel, amire feltesszük a Toyo semi-slick gumikat, és most elugrunk hozzájuk, hogy ezeket fölpattintsák nekünk a kocsira, meg át is gumizzák. A mai videóban kakucsringezünk, meg gumit szerelünk, és lehet, hogy még... Olajat cserélünk. Ja, olajat is cserélünk, és hogyha tényleg szakadni fog az eső pénteken, akkor azért kivisszük a Yarist is. A biztonság kedvéért. Igen, a Toyo slickeken, ugye olyan-olyan slick gumik vannak azon is, mint ennek a pályázós szettje. Kíváncsi leszek a futóműre. Hát én is nagyon. Már most is amúgy tök jó, de lehet még tök jobb. Ez az ülés, ez most olyan kemény, meg olyan jól tart, mint hogyha tényleg vatta új lenne. És hogy technikailag az. Oxo-szetre cseréljük le a gyakorlatilag a kocsihoz kapott szinte kuka felniket, úgyhogy ez lesz a pályázós szett, de ennek az agymérete az nem egyezik a Suzuki-val, kap egy tehermentesítőt, illetve új csavarokat is kapunk. Főleg esztétikai szempontból döntöttünk, igen. Ugye az új csavarok mellett, azt azért... Az már egy szétrohadt csavar volt. Azért nem volt a toppon. Meg a fekete felnikhez általában mindig fekete csavarokat szoktunk ajánlani. Ugye menetemelkedésben ugyanúgy 12x1/5-ös kell hozzá, viszont ezeknél az alufelniknél mindig meg szoktuk nézni, hogy milyen vastag a húsvastagsága, és ugye emiatt ennek egy picit hosszabbnak kell lennie, mert ugye ez a felni, ez egy picit vastagabb, igen. Ugye annál igen, a résznél. Igen. Illetve ugye amit a csavarkiválasztásnál még mindig meg kell nézni, hogy ugye milyen a kónusz, tehát igen. Hogy kúpos vagy rádiuszos. Ebben az esetben ez ugye egyszerű merő kúpos, úgyhogy itt a 60 foknál kell maradnunk. A tehermentesítővel kapcsolatban meg ugye, hát azt inkább hívhatjuk központosító gyűrűnek, mert ugye ennek tényleg az a célja, meg a hivatása, hogy egy az egybe központban tartsa a felnit, és hogy ne a csavarok viseljék ugye a terhet, ezért hívják egyébként tehermentesítőnek is, de mondjuk mi szakmán belül inkább központosítónak szoktuk nevezni. Hát akkor fullos a szett. Így most már igen. Meg jól is néz ki egyébként.
Szerintem nagyon kis vaddisznó lett. Igen. Rendesen jól áll neki. Ez pályázni, ez igen. Tökéletes igen. Lesz egyébként. Ezekkel a gumikkal, meg ugye az, hogy 15-szoros átmérő, ugye az is már azért segít, mert súlyba igen. Is könnyebb, jobb fordulékonysága lesz, tehát igen. Ez egy elég jó. Kifejezetten kis sportos meg jól áll neki. Egyébként annak ellenére, hogy a 15-szor az már azért nagyon-nagyon ritka. Nagyon-nagyon kicsi, igen, igen. De mégis ezekkel a gumikkal van egy ilyen sportos feelingje, igen. Meg jól összhangban van ezzel a csikkel, úgyhogy, igen. Úgyhogy köszönjük szépen. Na, mi meg előre gratulálunk már a győztesnek, úgyhogy ja. Majd meglátjuk. Kb. Meg. Hát két hónapon belül sorsolunk. Két hónap. Na, kíváncsi vagyok. Jó. Na, köszönjük szépen. Mi köszönjük, aztán hogy folytatjuk. Jöttetek. Rendben. Sziasztok! Korábbi videóban kértem, hogy küldjetek saját kárvertikál tapasztalatokat e-mailben, és cserébe adunk egy ingyen lekérdezést. Na, ez továbbra is áll, viszont csak akkor küldjétek el a történetet, hogyha tudjátok hozzáadni az adott autóhoz tartozó rendszámot vagy alvásszámot is, hogy a jelentést is be tudjuk itt mutatni, mert hogyha csak a történet van meg, azzal nem tudunk mit kezdeni. Úgyhogy továbbra is várjuk a webshop@amonoliver.com-ra ezeket a történeteket jelentéssel vagy rendszámmal vagy alvásszámmal együtt. Köszönjük előre is. Most pedig kezdjük egy motoros példával, amit Benjamin küldött nekünk. Egy 2014-es Yamaha R1-et szeretett volna vásárolni. Aztán kiderült, hogy Olaszországban gazdasági totálkár volt, 4-8 millió forintos javítási költséggel, meg tekerve is volt 25 ezerrel. Értesítettük a tulajt erről, azt írja, meg elküldtük neki a képeket, azt állította, hogy nem tud erről. Ami számunkra érdekes volt, mert alig fél éve volt nála a motor. Na, úgyhogy ezt el sem mentek megnézni, aztán volt egy másik is, aminek el tudta küldeni a rendszámát, mert hogy az eredetinek, amiről itt kezdtük a sztorit, annak nem találta már meg a rendszámát, meg az adatait. Úgyhogy itt egy másik, amit szintén majdnem megvett, ez egy ugyanolyan R1-es motor, amire írja, hogy volt sérülés. Franciaországban volt egy 200 és 600 ezer forint közötti, aztán 2019-ben 1 millió 2 és 2 millió forint közötti. Itt az idővonal. Azért egy ilyen motornál ez nem kis javítási költség. Hogy aztán végül Franciaországból ide került Magyarországra, és van 24-es bejegyzés a motorról, szóval még folyamatban van ennek a használata, vannak friss vizsgás képek is, itt van egy rendszámcsere is egyébként, 22-ről 24-re. Úgyhogy így járt Benjamin, köszönjük szépen neki ezt a tapasztalatot, meg ezt a véleményt. Hogyha pedig szeretnétek egyébként motort lekérdezni, azt is lehet, használjátok az Oliveromon kuponkódot, vagy a leírásban a linket, és kaptok 20% kedvezményt. Kijöttünk egy... Vagy ennek van eleje? Ja, az meg, ennek van eleje. Hát tegnap Suzuki-t szereltünk, nagy erő. Még ma reggel is Suzuki-t szereltem. És az is ebben benne lesz? Igen. Akkor végül is most mi itt a flow? Hogy megy ez tovább? Hát, hogy ide értünk Akucsra. Dani, nem tudom, nem észrevenni, hogy egy YouTube csatornán kamera nélkül dolgozom. Szégyelem is magam. Azért ez nem így megy. Bocsánatot kérek, csak elkapott a hév. De figyelj, lemaradtál, mert a kipufogót azt már megcsináltuk Matyival. De mit csináltatok a kipufogón? Eddig hát is volt az rajta. Egyik az itt volt. Az ugye korábbi videókban már feltűnt a szemfüles nézőknek. Ez itt nem csavar, ez rozsda. Itt ez tudta, és akkor így a kilincs az meg most ilyen alternatív módon van értelmezve. Ja! De amíg furkáltam, megkértem Rolandot, hogy nézem már légy szíves, hogy mennyire lehet vásárolni ilyet, és hát 1500 forint volt, szóval rendeltünk egyet, mert igazából annyi, hogy itt a műanyag keret... Járit rendeltünk, ez nagyon fontos. Így van, hogy áttesz, hogy mindent, maga a mikrokapcsoló, meg ez a kapcsoló, ez marad benne, csak egy műanyag keretet kapsz annyiért. Emelőre tettem az autót, mert várjuk, hogy megérkezzen a csomi ajtóhoz a kilincs, kell még olajat cserélni, mert a mosós olaj van benne. Megjött már a szakálletától az Eneos, ami 5V40 a gyári spec szerint, illetve
vettünk hozzá még az elején a gyári alkatrészekkel együtt gyári Suzuki olajszűrőből 2 darabot, mert tudtuk, hogy le fogjuk dobni az olajat belőle, ugye levegőszűrőt ennyi idő után fölösleges cserélni. Tegnap észrevettük, hogy a bal hátsó lámpa, ugye ez volt berepedve, ezt a lámpát kicseréltük, és a bal hátsó féklámpa nem ég, szóval ott is megnézzük majd az izzót, hogy mi a helyzet. Hát az nagyon nagy gond lenne, ha égne. A Roland kiolvasta az autót, és az első lambda szondára dob hibát, szóval kicseréljük, törlünk egy hibakódot, és meglátjuk, reméljük, hogy boldog lesz az életünk. És milyen Eneoszt fog kapni? Ott van, már megbeszéltük az előbb, csak nem voltál itt, mert elmegy alibizgetni. Ja, hogy Primex-et? Így van. Mm-hmm. 540 gyári spec szerint. Próbálom kideríteni, hogy jó, melyik az idevaló. Remélem két ugyanolyat rendeltem. Nem, akkor a másik lesz az idevaló. Itt a vége. Hát egy kicsit kormos. Azaz, igen, ez az, megértünk. És akkor a gyári is igen, Denso. Egy picit hosszabb a kábele. Az nem baj. De Denso. Mind a kettő. Nagyon király. Szóval most miután leszedtem a helyéről, te visszarakod. Így van. Várom már, hogy a új lengéscsillapítók megérkezzenek bele, az jó lesz. Már mindenki azt várja. Ja, tényleg ott a vadonatúj szép új lambdaszondánk. A labda. Itt pedig a vadonatúj gyári Suzuki szűrő. És a vadonatúj olajjal kenedbe. De használtal érdemes. Ja. Nem, a múltkor az is vicc volt, hogy vágjátok el a kezeteket schnitzerrel, és mindig magatok felé vágjatok. Nem, csak vicceltem, ne csináljatok ilyen hülyeséget. Igen, és el se vágjátok a kezeteket. Teszek olajat a szűrőbe, arra gondoltam. Hát, tehetsz, de... Figyelj, itt tök jó a pozíciója, szóval benne marad az egész. Igen. Most derül ki, hogy sikerülni fog-e. Hát azért reméljük beletalálsz. Egy csepp sem ment mellé egyelőre. Mellé ment. Komolyan mondom, tényleg. Figyeld. Világít a féklámpánk, megcsináltuk. Most mondjuk nem világít, de nem akarsz beszélgetni vele, főnök? Ideértünk Kakucsra. Ja, jó. Oké. Okay. Kaptunk most is egy olyan időt, mint legutóbb, akkor mondjuk délelőtt sütött a nap és délután esett, de 4 körünk volt a Swift-tel, úgyhogy szárazon mentünk. Most nem lesz 1 körünk se szárazon. Rajta van a semi-slick, ami nyilván sokkal rosszabb lesz, mint hogyha a Michelinnel mennénk. A szép új felnéken. De mindegy, legalább csinálunk egy-két külső felvételt, mert Áron visszatért a nyaralásból. A idei 8. nyaralásával. Úgyhogy, és ha akartok, volt az utolsó, vagy még mész? Ha akartok 8-szor nyaralni évente külföldön, akkor dolgozzatok nálunk. De amúgy nincs felvétel. Mehetünk is. Menő a pólód, nem tudom nem észrevenni, amúgy passzol az autóhoz. Aha. Ú, de jó, ez a szőnyeg. Hát, univerzális. Kapott a kocsi gyorsan Danitól egy gumiszőnyeget, hogy ilyen volt. A zsírúj belsőt ne roncsuk el, vizes lámpal. Reméljük, hogy nem fog a pedál beakadni a szőnyegbe. És ja, a pólómat nem lehet nem észrevenni, hogy milyen jó. Limited edition, ugye ez a Suzuki oldalán a fekete meg a piros csík. Mire ez a videó kimegy, addigra már elfogy az összes. Ez már sold out lesz, mert ez egy 50 darabos limitált verzió, és mivel ezt a videót szerintem forgatáshoz képes legalább egy... hajléktalan pénzt akar kérni. Legalább egy hónapra rá fog kimenni, ezért, most ezt nem promózom tovább. De... Viszont rajtam itt van ez a pulcsi, ami még remélhetőleg aktuális lesz még akkor is, mert ez egy folyamatosan kapható termék lesz, ugye? Hát igen. Hát úgy folyamatosan, hogy... Amíg tart a készlet. Csak készletről árulunk már. Igen. Tehát, hogyha elfogy, akkor az lekerül a webshopból. Azért, hogy ne legyenek nagy csúszások a szállítással, mert volt már ilyen problémánk, ugye főleg az elején, amikor nem számítottunk a rendelések mennyiségére. De most már ezt úgy tűnik, hogy tudjuk stabilizálni. Egyébként mindenki oda van a kocsitól személyesen, hogy néz ki. Kívülről is, meg belülről is. Nem csodálom, mondjuk a táskát, azt kirakadjuk volna. Mindegy, nem, jó lesz, mert Alcantara. És megtapad. Végül is, ugye az előző próba óta nem sok változott, csak a motor. Én egyébként tegnap, ahogy mentem vele bent a telepen, így a lambda csere után, így mintha jobban is menne amúgy, komolyan olyan érzés volt, meg a lapot biztos, hogy jobban veszi. Hát ez nem egy eső szlik. Jó, mondjuk hideg is még. Ha így haladunk, 18 fok van amúgy. Megmelegedni se nagyon fog.
ugye ABS még be van kapcsolva. Meg az a baj, hogy még mindig csak a jobb oldalát fogja amúgy. Ott betétet, egy tárcsát és betétet kell cserélni, tuti. Egyébként nagyon egészséges hangja van, nem? Igen. Olyan szépen forog ki. Nem érzed rajta azt, hogy ez rossz neki, vagy fájna, vagy nem tudom. Igen. Ez a kanyar a legdurvább. Itt nagyon kitúrja magát. Milyen szépen teszi a segít. Igen, amúgy viccen kívül. Érdekes, mert fékezni egész jót tud ez a gumi. Aha. Oldaltartása nincsen. Vagy oldaltapadása. Egyébként most, hogy melegszik, azért alakul. Na, még a végén jó lesz. Na, ott van a jó emberünk Anti. Most is a segge indult el, nem? Aha. Nagyon érdekes, mert ha nyomsz egy gázt, akkor az eleje hiába fordítod a kormányt, ugye megy előre, mint hogy egyenesen, aztán meg hirtelen a segge megelőz. De jó amúgy. Kis játszós. Jónak tűnik. Egyébként az elektronika az úgy egész szépen dolgozik. Most segít? Hát olyan értelemben, hogy a kipörgésgátló. Én most nyomok egy padlót. Ez most innentől padló, végig, és nem kezdi el ilyen nagyon hülyén ráadni az erőt, meg nem forgatja el a belső kereket, szóval azért úgy ügyeskedik. Ja, érdemes így palozgatni. Aha. Tök jól igazítható a segge. Mindig oda lyukadunk ki, hogy egyébként meg marha jót lehet autózni ezzel. Szóval arányosan a költségekkel, és ne az autó értékét vegyük jelen pillanatban, mert az már elég csúnyán sok. Kicsit elszaladt. De az, hogy mennyibe kerül ezért egy ilyet autózni, hát most mit én, ha már a kocsi megvan. Egy ilyet jót veszel, nem? Kettőért? Aha. Hát szerintem határeset. Inkább kettő fél. De azok már nem a faceliftesek? Nem tudom. Én úgy emlékszem, hogy az ilyen 3-tól indult. Aha. De most nem is az a lényeg, hanem hogy ide jössz, nem kopik a gumit, nem nagyon fogy üzemanyag, igen. Technika sem fogy. Mondjuk így esőben meg főleg nem. De amúgy sem, szóval. Aha. Emlékezz vissza, hogy szárazon mentünk ezzel a szemiszlikkel. Meg se látszott. És igen. Úgy nézett ki utána is, mint egy vadonatúj gumi. Míg a Yaris-szal, ami ugye szintén nem egy izomállatgép, de azért az rendesen fogyasztja. 335-i L92 ilyen nem volt széthergelve. TKG váltóval. Sok lóerős volt, nem? Hát az ilyen 450 volt, igen, és sosem működött. Jó, nem, azért ez túlzás, de... Hát nagyon hergelve volt azért. Ott már azért voltak problémák, igen. Tehát továbbra is megvan, nem, hogy ilyen kiszámítható az autó, szóval nem lesz olyan gonosz agresszív, mint például a Mustanga, hogy elkezd keresztbe menni. Hát, ja, azért...
Nagyon váratlan dolgokat nem csinál, nem? Nagyon váratlan nem. Főleg úgy, hogy szemiszlikkel vagyunk. Aha. Ez itt az egyetlen ilyen veszélyesebb kanyar, úgy mondanám. Főleg itt ugye a fehér aszfaltos résszel, igen. És még amit ugye az elején mondtunk, hogy fú, kéne egy ülés, szerintem az is sokkal jobb lett. Picit még előrébb megyek. Mert ez az Alcantara sokkal jobban tart. Kevésbé csúszkálsz benne. Aha. Azért itt már el lehet dobni. Igen. Szárazon is itt a legkönnyebb eldobni, nem? Igen. Antti, micsoda keresztet. Megkezdte a drift karrierét Antalunk. Megfertőztük. Nem, de rendesen jó. Szóval, hogy ilyen tök játékos. Sokan úgy vannak, hogy jó, esik az eső, akkor nem megyek, pedig rohadt jó. Még akkor is, hogyha amúgy... Még egy első kerekessel. Bármivel, mert olyan más körülmények, olyan dolgok történnek meg a kocsival, ami amúgy nem. Aha. És azért ebből lehet sokat tanulni, és ezt átfordítani egy hasznos száraz körülmények közt történő akármilyen váratlan dologra. Hát üsz? Fölveszek operatőrnek, mit szólsz hozzá? Fékezni jót lehet még így vízben is. Főleg, hogyha egyenesen mész közben. Na, milyen érzés? Jó, még ízlelgetem, meg egyre kevesebbet látok. De meglepően tart ez a gumi most. Kifejezetten jó egyenlőre. Az nagyon szembetűnő, vagy furcsa, hogy ugye a fékezés, amit mondtál te is, hogy ott nagyon durván jól fog a gumi, viszont hogyha egy pici oldal csúszásod elindul, akkor onnantól viszlát. Jó volt, hogy nem kormányoztad túl. Igyekeztelek figyelni téged közben, hogy csinálod. Lehet, hogy egy kis ventilátort adhatnánk neki. A klíma nagyon hiányzik. Ja, igen, ott ugye látjátok, hogy párásodunk. Az azért van, mert nem tudunk klímázni, ami ugye száraz levegőt fújna be. Itt elméletileg csak fel kell töltenünk gázzal, csak még nem jutottunk el odáig, mert azért most eléggé felgyorsult az építés, legalábbis nálunk. A videók egy kicsit később mennek ki, de azért most jó nagyot ugrottunk a kocsival. Sok minden történt, az elmúlt két hétben. Sőt, az elmúlt egy hónapban igazából majdnem mindent megcsináltunk. Motor, teljes felújítás, egy-két apróság, teljes külső, teljes belső. Úgyhogy közeledik a finálé. De most már tényleg drasztikusan párások vagyunk. Mm-hmm.
az a gumi van a két autón, de... Nem tudom. Még azzal is jéghideg gumival jöttünk föl. Ez nem tud elfordulni. De itt legalább van hátsó kerékhajtás. Lehet, hogy itt most ennyire kijön az ortolós alap feelingje a kocsinak? Aha. Lehet, hogy ráerősít, fene tudja. Na, most egyes programon vagyunk, azért tegyük fel a hármasra a biztonság kedvéért. Abba baj még sose volt. Abba baj még sose volt. Itt az előbb azt hittem, ki is megyek. Meg jó, csak majdnem. És még a hajtáslánc is gyáriba van, tudod? Ez most a előre ez többet hajtunk. Ez az első kerekes, aha. Az kemény. Nem veszek sportba. Megelőzött egy kombi Octavia. Mit tegyük trackbe? Végülis most úgyse bántja annyira a hajtást. Nem? Igen. Hú, de jó lenne most a hidros amúgy. Teszem vissza teljesen a kéziféket a helyére, akkor ugye nem teszi vissza a hátsó hajtást, aha. És amikor így belekorrigálok, de még a kezemben marad egy picit, mert nézd meg, éppen, hogy megmozdítom, és már írja, sikor, aha. Akkor ugye nincs hátsó hajtás, és ezért nem értettem, hogy nem aha. Sikerült a kanyar. Ez nagyon jó lenne ide a hidros basszus, úgy lehetne vele menni, vagyis hogy lehet majd. Lesz egy pár jó kép szerintem. Megjött meg én Ákos. Egy fekete Evo-val. Az ő? Aha. Is. Igen. Rendes videóztak minket, milyen aranyosak. Olyan, mintha lenne amúgy új hang, ilyen vagy lefújó szerepet jobban hall. Nem tudom. Hogy utána hogy tilt be? Érted? Hogy öltete kettőt bele tilt, és utána mintha így elvenné a gázt a kocsi, nem tudom miért. Fej GoPro-t ide adod, azt kell venném egy pár körre. Ezt amúgy, mert... Benyúlkám. Ugye ugyanaz a baj, hogy... Hát
csúszok kanyarban és ráfékezek, akkor elkezd ABS-ezni. Még nekem arra lenne szükségem olyan, hogy megálljon inkább mind a négy kerék. Ki lettem rakva, mert állom föntről videózik, aztán megtaláltuk itt ezt a frankó kis spotot, aztán egy pár külsőt csinálok a főnökről, mert olyan szépen fűzi ezt a kanyart, hogy gondoltuk érdemes megmutatni nektek kívülről, és aztán Áronnak ez hosszú túl lenne. Vigyázzunk nyaralás után a lelkére. Szeretünk, Áron. Megmutatom a hőfokokat. Látszik most 100 fok az olaj, az egyébként elég jó ahhoz képest, hogy kis tempóval megyek, hát majdnem tiltáson. A váltó az 100 fokra fölment, az viszonylag sok ahhoz képest, amit eddig produkáltunk így váltó hőmérsékletet. Biztos a hátsó diffiben is már azért vannak komolyabb hőmérsékletek, mert végig track módban megyek, ami ugye a legjobban összezárt diffit jelenti. Minden más az teljesen oké. Ezek sem vészesek, de azért lassan kell egy pár hűtőkör. Délelőtt még vidáman áztunk, kakucson és pályán apoztunk. Igen.
Aztán leültünk meginni egy kávét, majd megnéztük a vízállás jelentést, és szembesültünk a ténnyel, hogy ez bizony most nem vicc, hanem itt rohadtul be fog jönni a Duna. 2013-ban, itt látjátok még az oszlopon, hogyha Áron rá fókuszál meg rázumol, ez volt itt a vízszintünk. Nekiálltunk ülésezni, hogy mit csináljunk vele. De 4 méteres tudjuk csinálni. És az 4 méteres volt, igen, amit az imént számoltunk. Ezt nem lehet egyben megemelni, ez most már 3 konténer, szét kell szedni. Roncsolásmentesen nem igazán tud megtörténni. Úgyhogy a lényeg az, hogy most ezzel fogunk foglalkozni. Úgyhogy ma amúgy péntek van, most voltunk Kakucson, onnan visszajöttünk, és innentől szombat, vasárnap, hétfő, kedd, és reméljük, hogy még szerdán tudjuk csinálni. A szomszédban még buli lesz az a jó. Ja. Készülnek ők is. Igen. Ennyi. Jó. Akkor ez ennyi. Mindenben van valami jó, reméljük, hogy majd ebben is megtaláljuk.